Köszöntjük nézőinket! Önök a Vízparti júliusi adását látják. Mai adásunkban a Tiszatavon eredünk a Balinak nyomába, és bemutatjuk Önöknek a pergetés alapjait. Ellátogatunk Varbóra, ahol kézzel készített fafaragásokat mutatunk be, a konyhában pedig az egyik legismertebb halreceptet készítjük el. Tartsanak velünk! Fenekeszeg, kapókeszeg, villámkeszeg, ragadozó ön, közismertebb nevén a balin. Amit nem csak a horgászok, de a fürdőzők és a stégeken napozók is ismernek, hiszen nyaranta a felszínen úszkáló kishalak között rabol nagy pocsolással. Közép-Európa jellegzetes édesvízi hala. Csapatokban él a nyílt vizen, zsákmányát a vízfelszín közelében ragadja meg. Gyakran gondot okoz horogra csábítása, hiszen vadászat közben elsősorban a látására hagyatkozik. Ebből kifolyólag óvatos. Leggyakrabban műcsalival pergetve, időnként egy horogra tűzött kis halat a víz felszínen elengedve foghatjuk meg. Halismereti rovatunk következik. A balin az egyetlen pontyfélék családjába tartozó ragadozó halunk. Jellegzetessége, hogy nagy kampószerű szája van, de ezen az állkapcson nincsenek ebbfogak, mint a csukának, illetve a süllőnek. A megragadás, a kishal megragadásában van szerepe ennek az erős állkaposnak. Felfele álló szája van, és ugye amikor megragadja a küszöket, általában még az orrával föl is üti, megkábítja egy picikét, úgy kapja el keresztbe, majd fejjel lefelé nyeli le. Mint minden pontyfélének természetesen garatfoga van, ami segít ennek a kishalnak a megőrlésébe, de mint említettem, megfoga nincs, tehát a megragadásában nincs. Nagyon jellegzetes halunk az állkapocson túl a hegyes hátúszó, mélyen kimetszett hegyes farokúszó, jellemzők, ezüstös színű apró pikkelyekkel, még a farok alatti, has alatti és a mellúszója vöröses árnyalatú. Nálunk azt lehet mondani, hogy elég nagyra megnő, a legnagyobbat pont itt a megyénkben fogták, a Lázbérci víztározón 10,5 kg-os volt. Igen ízletes húsú hal, mint a legtöbb ragadozó, egyedüli aprócska probléma, hogy a pontyfélékhez hasonlóan sok benne a szálka. Tavasszal ívik, általában kettesével, hármasával szoktak ívni, 3-4 nap alatt kelnek ki az ivadékok, először kerekes férgekkel, illetve apró vízi rákocskákkal, ágascsápú rákocskákkal táplálkoznak, majd amikor eléri azt a 3-4 cm-es méretet, akkor kezd el áttérni az igazi ragadozó életmódra, tehát más halakat fogyaszt el. Egész nap táplálkozik, és mindig mozog, nem csak a víz szélén, mint a csuka, a süllő, hanem a víz közepén is állandóan jön-megy, igen élvezetes horgászhal. Mai adásunkban a balint műcsalival próbáljuk megfogni, a pergetés alapjait mutatjuk be. Megtudhatják, hogy milyen orsót és botot érdemes választania egy kezdő pergetőhorgásznak, és azt is, hogy milyen műcsalival érdemes balinra próbálkoznunk. Barkács rovatunk következik. Mai barkács rovatunkat rendhagyó módon horgászatunk helyszínén, a Tiszató partján készítjük el. Balin horgászatára készülünk, ide az asztalra ehhez előkészítettem a különböző műcsalikat, illetve felszereltem kettő botot, amivel mi horgászni szeretnék. Először is bemutatnám a botokat. Az egyiken egy 30-as orsó, fluorkarbon zsinórral szerelve. A fluorkarbon zsinór ez egy 20-as. Ezt kifejezetten egy finom horgászatra szereltem össze, hogyha nem lenne kapókedvében a balin, akkor ezzel fogom megpróbálni becsapni a kis balinokat. Fluorkarbon zsinórnak jellemzője, hogy fizikai paraméterei olyanok, amelyel a vízben láthatatlanná teszi magát a zsinort, és az óvatos balinokat is be tudjuk csapni. A bot egy 25 g körüli 240-es botocska. A másik botom egy picit hosszabb, 260-as, ezt fonogzsinórral szereltem, hogyha egy kicsit nagyobb balinokat is szeretnénk horogra csalni. A fonogzsinór végére föl fogok szerelni
egy 40 centis fluorkarbon előkét. Mint az előbb említettem, ez vízben láthatatlan, és az óvatosabb balénokat is be tudjuk vele cserkészni. Ezt az előkét már előre elkészítettem, egyik végén egy forgó található, másik végén egy kapocs, ezt egy egyszerű klink csomóval kötöttem föl, illetve ugyanezzel a csomóval fogom fölkötni a zsinórom végére. Általában egy 5-6 tekerést szoktam tenni. Visszabújtatom a kis fülön, illetve a dupla klink csomót használom, még egyszer visszabújtatom. És óvatosan meghúzom. Tulajdonképpen a mai barkács rovatunk az nem feltétlenül a szerelésekről fog szólni, inkább a műcsalik bemutatásáról, mert a szerelés tulajdonképpen ennyiből áll, hogy elkészítünk egy olyan szereléket, aminek a végén van egy kapocs, és ezen fogjuk cserélni a műcsalikat majd pergetőhorgászatunknál. Pár szót ejtenék különböző műcsalikról, amiket előkészítettem itt az asztalon. Ezek a műcsalik javarésze univerzálisnak tekinthető, ugyanis a körforgó villantót szinte minden horgász, illetve pergető horgász ismeri. Ezek a körforgó villantók ugyanúgy jók csukára, esetleg süllőre, illetve a balin horgászatára. Itt különböző nagyságokban fordulnak elő, egész a nullástól az ötös méretig. Megpróbáljuk majd ezzel is megfogni a balint. Másik kategóriánk a támolygó villantók családja. Támolygó villantókból is általában én előnyben részesítem a kicsit keskenyebb formákat, ugyanis a balin sokszor a sneci forma miatt, illetve a sneci miatt a keskenyebb formájú csalikat jobban fölveszi. Ebből ezek a műcsalik közül készítettem olyat is, aminek kicsit nehezebb a súlya, ugyanis a balinra jellemzően sokszor nagyon gyorsan kell húzni szerelékünket, és ezt csak a nehezebb súlyú villantókkal tudjuk megtenni. Áttérnék a wobblerek családjára. A wobblerekből is ezerféle létezik, ami jó lehet balin horgászatára. Általában szintén a legismertebbek a sneci formájú, hosszúkás műcsalik, amelyek vízben úsznak és húzással minimálisan süllyednek. Általában ilyen 5-7 centi méretűekkel szoktunk horgászni. Kereskedelemben ma már kapható és népszerűek lettek a wobbler formájú, de kicsit nehezebb, tehát az ólom és a wobbler közti átmenetet képező műcsalik, amiknek a súlya 15-20 g is lehet. Ezt nagyon-nagyon messzire lehet eldobni, illetve nagyon gyorsan lehet húzni, és az óvatos balint is be lehet vele csapni. Az ólomhallal kellett volna kezdenem, ez az egyik legismertebb balinos műcsali, ezt évtizedek óta használják, ez tulajdonképpen egy formába öntött ólomhalacska, egy műlégyel kombinálva. Ezt szinte minden pergető horgász, illetve minden balin horgász számára ismert, ezt szokták esetleg egy kicsit megfesteni, illetve bojtot pirosra színezni, illetve piros bojtot föltenni hozzá. Általában a három szín, amit szoktak használni balinozásnál, a natúr, a fehér és a piros szín. Következő műcsali család a pilkerek családja. A pilker tulajdonképpen egy nagyon-nagyon nehéz, ólompálca-szerű, szintén egy kicsit halat formáló műcsali, amelynek több fajtája is létezhet, több formája is létezhet. Ennek is a lényege az, hogy egy nagyon nagy dobás után gyors betekeréssel vontatjuk be a csalit. Ezzel egy kicsit mélyebb részeket is át tudunk vizslatni. Egy pár darab pici gumihalat készítettem elő, ugyanis ahogy vizsgáltuk a vizet, néztük, hogy nagyon-nagyon sok kis balin kergeti az ivadék halakat, és a helyi horgászoktól azt az információt kaptunk, hogy sok esetben ilyen pici műcsalikkal lehet megfogni ezeket a balinokat. Úgyhogy beteszünk majd a horgásztáskába, mielőtt beindulunk, ebből a pici műcsalikból is, pici gumihalakból, illetve kis körforgókból fogunk még bevinni, hogyha erre a pici balinra kellene majd horgásznunk, akkor legyen nálunk ebből a csaliból is. Egy viszonylag újdonságnak számító halacskát szeretnék bemutatni. Ennek a neve cikáda. Ez különböző, általában lengyel horgászok használják, illetve most Lengyelországból már több is bekerült hozzánk. Különböző cégek gyártják ezt a műcsalit is. Ez egy nagyon-nagyon érdekes plé-szerű műcsali, amelynek az alja föl van vastagítva, és a súlyát elhozza ide előre a csalinak. Három pici furat van rajta, különböző állásokat tudunk ezzel a furattal elérni.
maga a műcsali, amikor a vízben húzzuk, ezt az alakzatot veszi föl, és erős rezonancia közepette tudjuk bemutatni a csalit, és ez nagyon ingerülleg hathat a balinokra. Ebből a műcsaliból is már, mint említettem, több cég is csinál, és különböző színekben, különböző méretekben található. Ha végképp nem találnánk balint, megpróbálkozhatunk ilyen bogár imitációkkal is, bár ezeket általában inkább domolykóra javasolják, de előfordulhat, hogy valami oknál fogva a balin is inkább ezt részesíti előnyben. Még egy különleges balincsalit szeretnék bemutatni. Ennek a neve ASP. Ez egy szintén hal formájú ólomdarab, megszínezve, illetve hozzá van csapva egy villantónak, körforgó villantónak a kis kanala. Ezt ugye szintén nagyon messzire tudjuk dobni, nagyon gyorsan tudjuk húzni. Ez a csilingelő kis kanálka, ez a vibrációjával és a különböző fényhatásokkal ingerülleg hat a balinra. Az ASP egyébként, ha jól tudom, a balin angol nevéből kapta, tehát maga a balin angol nevéből kapta ez a kis műcsör a nevét. Az Aspius Aspius, a balinnak az angol neve. Még a fluorkarbon zsinóromra fölkötök egy kapcsot. Ugye itt előkét nem használunk, szintén egy ilyen pink csomóba fölkötöm a kapcsot, és indulhatunk utána horgászni. Ötször, hatszor megtekerem. Visszaforgatom, illetve a dupla kinklet kötöm, még egyszer visszaforgatom saját magába. Ezen meg vagyunk. Egy picit vékonyabb húsú kapcsot tettem föl. Erre azért lesz szükség, hogyha a cikádával szeretnék horgászni. A cikádára egész apró lukakat fúrtak. Ez a pici apró kapocs ebbe az apró lukba is befér, és föl tudom használni majd ezt a csalit is horgászatomnál. Én úgy gondolom, hogy a szereléssel kész vagyunk, indulhatunk horgászni. Tiszató, régi nevén Kiskörei víztározó, 127 négyzetkilométerével Magyarország legnagyobb mesterséges tava. A Tisza árhullámainak szabályozása érdekében 1973-ban megépítették a Kiskörei erőművet. Következésképpen az Alföld vízellátása is javult. Ráadásul a hullámtérben egy hatalmas, mesterséges víztározó jött létre. A tó feltöltése után a víz kedvelt lett a hazai turisták körében, már csak azért is, mert olcsóbb volt, mint a Balaton. A falusi turizmus fellendült, kempingek, szállodák épültek. A terület feltöltését követően rendkívül hamar benépesült. Mára messze földön híres halbőségéről és az itt található rengeteg vízimadárról. Méltán nevezik a Tisza bölcsőjének. Tartsanak velünk a Tisza tóra! Csatornák, holtágak szövevénye, medencékre van osztva. Teljesen más jellegű, egy mocsaras, gyönyörű természeti környezetben található területről beszélünk, sekély, tagolt, mozaikos erdők, holtágak, tározótér, a folyó ugye, mint fővonala a Tiszatónak a közepén végighúzódik. Érdemes ide látogatni, mert itt mindenki megtalálja. Szerintem, ha a strandok megvannak, a Tisza megvan, ahol lehet horgászgatni, aki állóvizen szeretne horgászni, az megtalálja az állóvizes részeket. Nagyon változatos, nagyon sokrétű a Tiszató. Azért a Tisza bölcsője, mert nagyon sok is a hal, és pont ezért a nagy kiterjedésű lapos területek miatt nagyon jó ívó területeket ült, és ezeken a sekély melegedő vizeken fel is nevelkednek a halak, és innen szét tudnak vándorolni a Tiszában. Szerintem az alvízi horgászok egy-egy árvíz után tudnának mesélni róla, hogy a Tiszatóról mennyi hal ment be, és hogy sokat tudnak. Az ívási körülmények jók, a hal nevelő képessége jó, teli van táplálékok, és ezért itt nagy számú ivadék. Hát ha ránéztetek a vízre, teli van ivadékkal az egész. Ezek itt felnevelkednek, felnődnek, és innen szétúsznak a Tiszára. A helyi szabályok egy kicsit mindig az országos előtt jártak. Ugye most az országos utolérte őket, de kis méretben is kicsit nagyobb volt az elvihető hal. A tájidegen halakat
hogy mondjam, büntetik, azokat el lehet hordani, hogy elég kárt okoztak már itt, hogy minél több eltűnjön innen. És a halőrzés szerintem most elég komoly, elég jól ellátják a feladatukat a fiúk. Hát szerintem visszaszorult ez a jelen vannak a vizen, ott vannak folyamatosan, akinek véletlenül meg is fordul a fejébe, azok is hamar elhesegetik a gondolatot, hogy valami kárt tegyenek a vízbe. Egynapos, kétnapos, háromnapos, heti, éves, és itt éves jegyből lehet részletes jegy is van, első fél év, második fél, ennyi könnyítés van, és országos horgászrend van élvényben. A halak 5 nemes hal, ugye 3 plusz 2 vihető el. Amit mondtam, hogy tájidegen halakból korlátlan mennyiségben, törpeharcsa, ez is kárász, azt el lehet vinni. De hát az idéntől már van turista jegy is, amit ugye az internetről le lehet tölteni. És itt is van turista napi jegy, amit ki lehet váltani. Ugye korlátozott horgászatra ad lehetőséget, egy bottal kevesebb halat lehet elvinni, de itt is meg ki lehet váltani ezeket az engedélyeket. Csak és kizárólag pergetve horgászok. Valamennyit legyezek is, de pergetve horgászok. A kedvencem a süllő. De egyébként nem válogatunk, mindenre pergetünk, sügér, balin, harcsát, csukát. Süllőre pergetünk a legtöbbet, és a közhiedelem ellentétben 12 hónapos hal a süllő is, így hát így nyár közepén ugyanúgy meg lehet fogni pergetve, mint ahogy télen megfogjuk pergetve. Tehát csukát főleg majd összekezdjük el nagyobb mennyiségben fogni. A balin megint egy 12 hónapos hal, gyakorlatilag mindig fogható. Így hát pergető horgászoknak igazi Kánaán. A változatossága miatt is nagyon nagy a ragadozó állomány a Tiszatóban. Mai napon a tiszatavi balinokat vesszük üldözőbe. Csónakból fogunk pergetni. Mielőtt vízre szállnánk azonban, tekintsük át, hogy tehetjük mindezt szabályosan és biztonságosan. A kötelező felszerelésnek benne kell lenni a csónakban. Így hát ezt nem otthonról visszük. Egy mentő mellének. Súly, kötéllel, 10 méter kötél, orrkötél, szapoly, vízmerő, az mindig fontos benne kell, hogy legyen. Evező természetesen, névtábla. Ezeknek benne kell lenni a csónakba, ezeket nem otthonról viszik el. Otthonról már hűsítőt vegyük magunkkal. A csónakba a kötelező felszerelésnek benne kell lenni. Eleve a csónak méreteire figyeljünk, hogy sokszor látunk olyan csónakokat, amit alkalmatlanak a vízi közlekedésre. Válaszunk olyan csónakot, ami elég nagy, vagy a vízterület jellemzőinek megfelelő. Szóval itt a Tiszán első ladikok. Ladik legyen 6 méter hosszú, egy 5-ös már jó. Italozást kerüljük természetesen, a legtöbb baleset mindig a túlzott italfogyasztásból származik. Akkor a nagy hőség, ne ugráljunk a vízbe. És a vízi közlekedés szabályai, az alapszabályokkal azért legyünk tisztában, mikor, hol, kinek van elsőbsége. Hogy fogadunk egy nagy hullámot, vihar esetén hogy viselkedünk. Ne pánikoljunk, de józan ésszel elkerülhetőek a balesetek, a problémák. Én azt mondom, egy laikusnak, amit tudnia kell, mindig a gyengébbnek van elsőbsége. Ugye egy kajakos kenusnak mindig elsőbséget élvez egy motorcsónakkal szemben. Egy szűkületben, egy csatornában jobb oldal a miénk. Ugye, ha azon közlekedünk, nagy bajunk nem lehet. Egy csónak vezetéséhez nem kell vízi jártassági, de azért az alapszabályok ismeretére érdemes utána nézni, hogy elkerüljük a bajt legalább minimális szinten. Nézzünk utána. Ha vihar tör ki, akkor megpróbáljuk elhagyni a vizet. Ami sokszor a rosszabb megoldás, hogy elhagyjuk a vizet, főleg a Tiszató tekintetében, mert nem egy nagy nyílt víz, hanem tagolt víz. Szóval a menekülés sokszor messzebb van, mint a biztonság. Húzódjunk be parthoz, nádba, várjuk meg a mihar végét, ne kockáztassuk. Ha egy nagy hullámokban mégis úgy döntünk, hogy belemegyünk és a nyílt vizet választjuk, soha ne fogadjuk oldalról a hullámokat, azokat mindig szemből, vagy ha hátulról fogadjuk őket, akkor a hullám sebességével kell haladnunk, és akkor nagy bajunk nem lehet, oldalról ne kapjunk hullámot. Nagyjából ez a lényeg, de a legjobb, egy legközelebbi nádcsomó, fa, bemegyünk, megvárjuk a vihar végét, és majd utána hazamegyünk. A Tiszán, Abátszalóki medence, Sarudi medence, itt a Füredi medence,
itt nincs motorkorlátozás. A csatornákon és a füredi oldalon van sebességkorlátozás, a kikötők előtt ugye hullámkeltési korlátok vannak, a Nemzeti Park területén pedig csak 4 kW-ig, azaz 5 lóerőig terjedő motor teljesítménye lehet bevenni. És a Nemzeti Parkon belül is van néhány elzárt holtág, ahol a robbanó motorral behajtani tilos. Gyakorlatilag ugyanazzal a műcsőjével horgászunk. Ami egy speciális balinozó wobbler. A jellegzetessége, hogy egész gyorsan kell húzni a felszín közelében, és mivel a csőre szinte függőlegesen áll lefelé, ezért nem tolja lefelé a wobblert, csak egy oldalirányú, finom vibrációt eredményez, és pontosan ez az, ami a kapást a balinoknál kiválthatja. Ez egy elég szorgalmas peca. Szóval, folyamatosan dobsz és húzod, megállás nélkül. Milyen időközönként kell csalit cserélni? Hát ugye bízol benne, ugye nem elvárható, hogy 5 percenként fogd a halat, tehát ha van egy bevált csalid, amiben már bízol, akkor amellett érdemes egy ideig egyértelműen kitartani, akár egy fél óráig is, de ha nincs meg a megfelelő csalink, akkor érdemes elég gyakran akár 5-10 dobásonként cserélni, főleg, hogyha olyan helyen állunk, ahol szinte folyamatos a rablás. Próbálkozunk majd mással is. Aha. Nem először akad össze a horog. Felakad a damira. Van ennek valami csinyabinya, hogy ne történjen minden második dobásra, vagy ez a szerencsének, vagy a szerencsétlenségnek nem. Jele? A wobblert már fékezve kell beejteni a vízbe, ami azt jelenti, hogy miközben repül és fut le a dobról a zsinór, a dobon megakasztol egy picit a zsinórt, és finoman beejted a vízbe, és rögtön ezután átváltad a kart, nem hagyod esni, hogyha szabadon esik lefelé, akkor felakad újfent. Ezt meg kell szokni. Amíg ezt nem teszed meg, addig rendszeresen fel fog akadni a wobbler. Az első 15 perc után mi is és a szomszédcsónak is elkezdte fogni a 20-30 cm közötti kisebb balinokat. Amikor eldobod a csalit, az esés, vízresés pillanatban egy picit megfogod, átváltod, és már tekered is, és így gyakorlatilag nincs szabad esés. A becsapadásnál is túlfordulhat, és utána, amikor teljesen laza zsinórra szabadon esik a víz felé, akkor is rá szokott fordulni a wobbler a zsinórra. Ez minden esetben kerülendő. Botot látom, hogy általában lefelé tartod a hegyét. Ezt miért, hogy a vízveszélyhez közelebb tud tekerni? Hát, hogyha egy kicsit kiemelve mered, akkor fejébe jön a csali, de akkor akár egész a víz tetején is lehet húzni. És próbálj néha még gyorsabban egy picit rágyorsítani. Rendszer egy kisebb balin lesz. Sajnos nem az a méret még, amiért itt vagyunk. Szóval érte jöttünk, de szeretnék a nagyanyját megfogni. De ettől függetlenül nagyon szép. Gyönyörű hal a balin. Igazándiból ez a méret van nagy számban.
Ami nehéz az az, hogy eljusson az ember egy másfél-két kilós példányig. Most a kisebb méretű csaliból adódóan több kapásra lehet számítani, inkább kisebb egyedekre. Található. Láthattuk a kikötőben, hogy milyen mennyiségben áll rendelkezésére az ivadékhal. Ugye a beköszöntőben is említettük, hogy gyakran nevezik a Tisza tavat a Tiszató, vagy a Tisza bölcsőjének, elnézést. Hiszen itt, magasabb vízállásnál rengeteg az elöntött növénnyel fedett terület, ami szinte minden falfa ívásához optimális. És egy nagyon-nagyon dicséretes jelenség, hogy mostanában a Tiszatavi Sporthorgász KHT és a Szolnoki Vízügyi Igazgatóság, tehát a Regionális Vízügyi Igazgatóság együttműködnek abban, hogy ívás idején gyakorlatilag emelt szinten tartják a vízszintet, a korábbi szintekhez mérten is akár egy kapást megint mulasztottam, egy olyan 30 centivel feljebb, és emiatt még jobb ívási lehetőségek nyílnak meg a halak számára. Leginkább az a kedvező, hogyha a növényes, füves, nádas, gyékenyes területeken van elég mély víz ahhoz, hogy a nagyobb halak is ki tudjanak menni ívni. Na most ez a Tiszatavon adott megfelelő vízállásnál, hatalmas mennyiségű az ivadék, emiatt bennmarad a balin. Az is jól tud itt szaporodni, de ha benézünk a vízbe, itt is látjuk, hogy ez ezer szám hemzse körülöttünk, ez az apró keszeg, szélhajtóküsz. Nem egy gyári szín, én esküszök mindig a hófehérre. Trillből nem létezik, az valójában egy sötét-fekete ezüstre festett csali volt, amiről a sok horgászat révén már teljesen lekopott a festék, és fehérre festettük, azért, hogy ezzel is bővítsük a repertoárt, ugyanis ilyen színben ezt a csalit nem gyártják, holott köztudottan nagyon fogós ez a szín balinra. Nagyon szereti a fehéret, a hófehér tökéletes. Régebben teflonból esztergáltak csalikat, amiket lassan húzgáltak a víz tetején, és rendkívül sok balin esetét zsákmányú. Az érdekes, hogy nehezebben fogható. Nem tudom mivel magyarázni, ugyanis volt egy időszak, amikor ugyanilyen nagy számban volt balin a Tiszatavon, viszont akkor az egyedeknek az átlag súlya az ennél nagyobb volt, megérte rá horgát, hiszen hamar meg lehetett fogni több darab ilyen másfél-két kilós balint is. Sokkal könnyebben fogható volt. Tehát aki pontyozás közben elkezdett egy picit pergetgetni, az rendszeresen fogott pár darabot. Nagyon sok ilyen hírt hallottunk, de tapasztaltuk mi is. És most, hogy intenzívebben meg többet pergetnek, egy kicsit nehezebb az ember dolga. Amikor van egy rablás, túl kell rajta dobni és áthúzni rajta, vagy az a szerencsésebb, ha beledobjuk? Nagyon gyakran balinozunk bányatavakon, ahol tisztább a víz, és nagyobb testűek a balinok. Jóval kisebb az egyedszám. Sajnos te nem tartottál velünk, mert éppen nyaraltál, bár valószínűleg élvezted a dolgot. Mi időközben elmentünk májba egyet balinozni, és ott is például próbáltuk követni és figyelni a rabló balinokat. Minden esetben igyekszünk úgy körülbelül dobástávra, vagy inkább egy kicsit szűk dobástávra megközelíteni őket, túldobni a rabláson, és úgy húzni el, de igyekszem figyelni azt, hogy merre fordul el a balin. Célszerű elé dobni. 2-3 méterrel oda. Ugrik a csalinak. És ha azt a megoldást, most mondottam egy kapást megint, azt a megoldást választjuk,
Biztos érezted te is többször, néha vannak ilyen nagyon finom odakoppintások. Ennek két oka lehet, megüthetsz oldalról egy kis halat, de azért gondolom, hogy ezek egy része valóban kapás, mert többször láttam azt, hogy mikor kiveszem a csalit a vízből, akkor elfordul a kis bari mögüle, tehát nyilvánvalóan követi, érdeklődve meg-meg csipkedi, de ha nem úgy kapja el a horgot, akkor csak a csali testét üti meg, sajnos. Baniról tudni kell, hogy pontféle. Bármilyen meglepő, annak ellenőre ragad az óhal, és ebből adódóan ugyanúgy, mint a ponty, bizonyos időszakokban, szerintem egyértelműen a frontokhoz kötődően, illetve a táplálékkal mozgásához és koncentrációhoz kötődően ez a két dolog mozgatja. Nagyon különböző étvágyjal táplálkozik. Most sajnos nagyon intenzíven mozog, de olyan jól fogható. Általában, amikor ilyen intenzíven rabol, akkor azért olyan negyed óránként, 20 percenként, amikor eszik tényleg, akkor lehet fogdosni egyet, vagy legalább van valami akciónk. Akár egy 35 fokos hőségben is. De igazándiból a balinázásnak is a csúcs időszaka, az az őszi időszak, amikor a táplálékhal összeáll csoportokba a Tiszán, és akkor a balin is nagy csapatokba áll, olyankor egy ügyesen horgászó csónak akár 20-30 termetes halat is foghat. Élete szóló élmény. Na most ez a peca szerintem egy nagyon tiszta horgászmódszer ahhoz képest, amit eddig elkövettünk, ugye akár a spitzbotozást, akár az úszózást említhetem. Már gondolok arra, hogy vannak műcsaléjaink, ráteszünk, dobáljuk, még a kezünket se köszönjük össze. Ez ilyen úri, sportja a horgászat? Nem, egyértelműen nem. Tehát ilyen módon semmiképpen nem tudunk osztályozni. Mindenki a saját maga által kedvelt műfajt preferálja, azt tartja a horgászat csúcsának. Nekem egyértelműen a pergedés az, ami a legnagyobb örömet adja. És ennek egy nagyon kézenfekvő oka van. Hiába kell sokkal többet dolgozni egy-egy halér, és sokkal többet dobálni. Nekem az, hogy a kezemben érzem a kapást, az mindennél nagyobb élményt jelent. Mert egyébként meg fizikailag ez egy nagyon nagy meló. Igen, igen. Nem gondolnák egyébként, akik a partról nézik? A legtöbben nem. Egy téli gumihalas sülőzésnél mínusz 10 fokban megyünk ki a Tiszára. Képzeljük el azt, mikor egy ilyen 6-8 km-es sebességgel motorozunk a mínusz 10 fokban, egy fél órát akár a kiválasztott helyhez. Majd ezt követően akár 10-12 órát dobálunk végig, és előfordul, hogy 2-3 kapásunk van egész nap. A mai horgászatot befejeztük itt a Tiszatónál. Mi volt az eredmény? Milyen lett az eredmény? Olyan, amit vártál, vagy mégsem? Balin jött azért. Körülbelül olyan, amilyet vártunk. Ugye előre tudtuk, hogy itt nem fogunk nagy testű példányokat fogni. Egy kilóig jutottunk el, összesen két csónakban horgáztunk, öten. Számításom szerint 17-18 darab halat fogtunk. A legtöbb az sajnos keszegméretű volt. Jött néhány fél kiló, 60 dekás forma példány. Egy ilyenhez neked is volt szerencséd. Volt jó pár rontott kapásunk, és a tapasztalat nagyon érdekes volt, hogy nagyon sokféle csalival fogtunk, de egy-egy 5-10 perces időszakban kifejezetten egy csali működött. Tehát volt, amikor volt olyan időszak, de te is biztosan, úgy van, te is biztosan emlékszel, amikor a nullás vagy az egyes körforgó, a legelején, a horgászat legelején egyértelműen inkább a gyorsan húzott csalikkal, a horgászat során bemutatott trillel fogtunk. Később
Én úgy gondolom, hogy inkább ezek a bogár utánzatok keletetnék. A kis körforgót én mindig annak nevezném, egyfajta bogárszerű rezonanciát. Tehát a nullásokra gondolsz? Igen, egyértelműen. Ezt általában szereti a pisztráng, a domolykó is, meglepő, de a nagyobb testű balin is. De láthattuk azt, hogy folyamatosan az 1-2 centis idei ivadék halat űzte. Ennek valószínűleg ez az oka, illetve az, hogy a bogarakat szedegeti. Mi volt a különbség a Mályi tó és itt a Tisza tó horgászata között a balinozásnál? A halfaj természetesen ugyanaz, viszont rendkívül különbözők a körülmények. A Tiszatavon egy holtágon horgáztunk, ez a tiszafüredi patkó holtágnak a kis Tisza szakasza, amin rendkívüli mennyiségben tartalmaz apró takarmányhalat, ezt folyamatosan láthattuk. Ennek következtében nagyon nagy a balinállomány, de rendkívül jól ellátott táplálékkal, folyamatosan rabol, intenzíven mozog. A víz átlátszósága viszont kisebb, tehát teljesen egyértelműen mások a horgászat körülményei, hiszen Májiban egy kristálytiszta vízű bányatavon horgáztunk, ahol az itteni 30-40 centissel szemben akár 3-4 méteres átlátszósággal is számolhatunk, ha nem algásodik a víz. A balinok egyértelműen kisebb egyedszámban találhatóak, jóval nagyobb testűek. Ott egy átlagosnak mondható bő 2 kilós példányt sikerült fognunk, viszont az az egy érdemleges megmozdulás volt a nap folyamán. Ez jellemző a bányatavi pecákra, ott egy jó horgászat során, hogyha egész nap dobálunk, 2-3 balinig juthatunk el, de az átlagsúly lényegesen magasabb. A csalik is nagyobbak, hiszen ott a balinok egyértelműen a már megnőtt nagy testű szélhajtó küszökre, a snecikre vadásznak egész nap, ezt próbáljuk imitálni a csalival is, és ott a kristálytiszta víznek köszönhetően úgy próbáljuk becsapni az óvatos balint, aki ugye a tiszta vízben jól is lát, hogy rendkívüli sebességgel húzzuk a csalit. Ezt én például úgy érem el, hogy a megszokott 2500-as helyett egy direkt ebből a célból vásárolt 4000-es méretű orsót húzok, amilyen gyorsan csak tudok. A tiszatavi horgászat előtt az élő tiszán próbáltuk elcsípni a balinokat a tiszavirágzáskor. A rajzás végén már nem sok kérész repült a vizen, de még így is bőven maradt a halak és madarak számára. A célhalaink közül pedig sikerült néhányat átverni, szintén a sneci-szerű, apró boblerek voltak a nyerők a tiszai naplementekor. Na most, hogyha az összbalinozást nézzük, elértük célunkat? Azt, amit szerettél volna, be tudtuk mutatni a nézőknek? Igen, igen, természetesen. Nyilvánvaló, hogy a balinozásnak nem ez a csúcsidőszaka. A rablóhalak horgászatában általában az az időszak a domináns, amikor összeállnak, vagy a táplálékhaluk áll össze, és egy-egy helyen csoportosulnak. Ez például sülőzésnél jellemzően a február, mikor beáll mederbe. Balinozásnál itt a Tiszán és a Tiszadó környékén általában a vízeresztés ideje, akkor a nagyobb testű balin is összeáll csapatokba, és fantasztikus életre szóló élményt szerezhetünk, mikor a 1,5-3 kg közötti példányokból fogjuk meg ugyanezt a számot. Nincs más hátra, mint hogy kimenjünk a partra és elinduljunk haza. Úgy van. Még egy órás után előttünk, hogy szerintem lassan induljunk el, mert ránk is sötét ered. Menjünk akkor ki. Mint azt már megszokhatták, a vízpart minden részében próbálunk valami olyat is megmutatni, ami kapcsolódik a vízparthoz, a természethez, de nem közvetlenül a horgászatról szól. Most tartsanak felünk Varbóra, ahol halak készülnek fából, de ezúttal nem műcsalikról van szó, hanem valami egészen másról. Vízvarás című rovatunk következik. Természetembere vagyok, természetben ugye élő lény a fa, ugyanaz élő lény a természet, mint az ember. Egy géplakatos, aki számtalan háztetőt is épített, fafaragó, aki szinte mindent készített már, kedveli a népzenét és gyermekkora óta szoros kötelék fűzi a természethez, a vízparthoz pedig különösen. Mint mondja, csak annyit veszel a természettől, amennyire szüksége van. Dedics János Varbón él és dolgozik, többek között napi jegyet árul egy horgásztónál, részt vállal egy egyesület életében, és persze horgászik is. A halakat pedig nem csak kifogja, hanem saját kezűleg meg is alkotja őket. Már gyerekkoromban is volt bicska a kezemben, és hogy horgászom, meg akartam örökíteni a halakat is, az ősoros halakat. Meg akartam, és azért jöttem el az álláspontra. És azért vettem ezek előtt, még nem vettem ezt a cseppmasinát, kirajzoltam és körbe vágtam, vésővel körbe faragtam.
most már könnyítettem a maga munkáján, és így ez a pirészre sokkal rövidebb időn belül körbe tudom vágni. Kontúrját. Gyerekkorában is ügyes volt már a keze, vagy ez a korral együtt? Igen, ügyes kezű gyereknek neveztek már általános iskolában, és faragtam virágkarókat, meg ilyenek. Mert akkor, mikor még én gyerek voltam, politechnikai oktatás is volt az általános iskolában, és már ott mondották, hogy hát nagyon ügyes kezű gyerek. És mikor jött az a fordulat, hogy akkor naponta, hetente nekiállt és faragott nyugdíjkorhatár környékén, vagy mikor? Igen, már nem voltam nyugdíjas. Mikor ezelőtt 8 éve, azóta vagyok nyugdíjas, mikor az üleim elhaltak, akkor megtudtam én is, hogy nem 8 éve haltak meg, mert régebben haltak meg. Mikor én tumoros lettem, ezelőtt 8 éve, akkor megfogadtam, hogy nincs jogom meghalni mindaddig, még én a szüleimnek síremléket nem faragok. Ekkor faragtam meg nekik az emlékművet. Tölgyfából 2 méter magas, 25x25-ös kadrátra fűrészett tölgyfa, amely csupa virágból áll. Csupa virágból. Virágfémokból, virágalakokból. Akkor kezdtem el kopjafát faragni. Faragtam kopjafát rá nem sokára. Sajó bábaiba egy trianoni emlékművet, ami az is megtalálható áll mai napig áll. Trianonnak 90. évfordulójára felkértek, megfaragtam. Intenzíven faragni, akkor kezdtem el faragni intenzívebben ezeket az alakat is. Akkor megtudtam, hogy 2,5 évvel ezelőtt a feleségem igen komoly tumor ellenek ez áttétes. És itt voltam egyedül a házban, egy fél éven keresztül a nagyobbik fiamnál volt, mert fel volt nyitva, teljesen hasáról műtötték. És hogy le tudjam kötni magam, mert elég bánat az ének, le tudjam kötni magam, akkor fogtam hozzá intenzíven faragni. Minden nap megfaragtam egy halat, ami látható a Sporigó horgászboltban is. Minden nap faragtam, megfaragtam Jézusunk utolsó vacsoráját is Leonardo festmény nyomán, azt is akkor csináltam 2 héttel ezelőtt. Ez inspirálta arra engem, hogy faragjak, lekössem magam. Mondhatnám így is, hogy küzdelem a rák ellen aktív tevékenységgel. Legjobb fa a juharfa, meg a házfa. Na most ez nagyon hálátlan fa, ez fenyőfa. Debbis, mert fenyőfa, aminek a szál szerkezete nem igazán kedvező a faragás számára, nem kedvező. De ezt is meg lehet. Igen, meg változik a szál szerkezete, oda-vissza teljesen más. És szálas, túlszálkás fa. Nem sűrű, ritka szerkezetű. De hát most ilyen van, ebből csinálom, ebből is meg kell tudni csinálni. Amiket fent a házban láttunk, meg látni fogunk alkotásokat, azok vegyes? Igen, vegyesek. Van benne juharfa, például igen, juharfa, hártfa és fenyőfa, ebből a háromból. Na most, amit saját keftelésére alkotott, azon kívül megrendelések vannak-e? Hát, ha megkérnek emberbarátaim, hogy erre volna szükséget, csináltam számtalan ilyen pálinkás készletet hallal ellátva, a kis tampon is parkat el lehet helyezni, ki mennyit kér. Ugye, hogy mondjam, egy készlet az 6 bulán, de van, akinek nagyobb a baráti köre, akkor 12-t kell beleparagni, hogy hagyom. Hát ilyeneket is csináltam. Most visszatérve a halakhoz, melyik a kedvenc halak? Mondjuk vegyük két felé, melyiket jó, meg melyiket szereti faragni, és melyiket szereti kifogni? Hát kifogni inkább keszegező típus vagyok én. Az úszós horgászatot kedvelem, keszegezni. Most is gyakoroltam, igaz, hogy pontot fogtam most, de keszegezni szeretek inkább. És faragni melyiket? Számomra mindegy, de legszebb hal én számomra. Például a vörös szárnyú keszeg, gyönyörű, szép hal. Már most védettében nyilván egy paszlint, de már nem fogtam. Tiszai hal, a kecsege, őshonos halunk az is, egyedüli csont nélküli hal. Ezt még nem tudtam fogni, szeretem, nagyon szép kőlemű hal, nagyon szép kőlemű. Pontyot is szeretem faragni, a tükörpontyot, mert nagyon szép, sokkal szebb, mint a nyurga, csak azért szép én nekem, mert gyönyörű, hosszú, meg jó spori hal, az kifogni. És a rablóhalak úgy háttérbe szorulnak? Nem igazán, csukartam valamikor, de nem. Még itt a poromban sokat pergettem, csukára sülőre pergettem, de most már ugye, koromnál fogva nem igazán megy én nekem ez az állásos módszer, menjek, csavarjuk, keresem, inkább már az üdős módszert választom. Keresztény ember vagyok, de még szeretném megfaragni Jézus születését, amit felszínűre, Jézus születését. Azt is szeretném megfaragni. Még ez nagy vágyam, ez is nagy vágyam volt, hogy megfaragjam
Jézusunk utolsó vacsoráját. Nagy vágyam volt, még ez, ami nagyon nagy vágyam, ezt el akarom karagni. Legalább egy 70x50-es táblaképbe szeretném megfogni. Dedics János 34 éve halőr és szakágvezető egy horgászegyesületnél. Általában pontyra horgászik úszós vagy féderes fenekezős módszerrel. Fogott már csak nem 20 kg-os bajszost is, de amire a legbüszkébb, az egy 13-as tőponty, amit 20-as zsinórral terelt a partra. Azt mondja, néha szomorú, mert azt látja, hogy sok ember egyre távolabb kerül az anyatermészettől. Szomorúan kell, hogy kifejezzem magamat. Társadalmunk nem igazán. Nem igazán, az emberek is nem igazán. Elláttam itt a horgászat kapcsán is, hogy az emberek inkább kapcsolják, szeretnének fogni mindig több halat, nem szórakoznak velük a vadászatban úgy szintén ebben is az van, hogy csak a hajsza. Én büszkén elmerem mondani, hogy a természetből én mindig annyit vettem ki, amennyire szükségem volt. Többet nem, mert minek. Valószínű követem az ősember példáját, aki ebből élt, mert minek semmi értem, hogy én hajszoljam. Számtalan őshonos halat faragtam már, lábbal díszítések, most a legutóbbit, az unokám részére faragom meg, hogy ismerje meg minden egyes őshonos halat, oda az is található benne. Aztán ugye ezeket a nemes halakat a horgász barátaimnak is, illetve a másik horgász egyesület részére is faragtam egy horgász verseny című táblát, egy tőpontjában ellátva, 40 darab stamperl is pohárnak a helye van benne, hogy az alól húzzák ki a standot, a húzási lehetőséget. Csajószentpéteren nőttem fel, a Sajóparton, már gyerekkoromtól horgászom. Hát azért az egy folyóvíz, másabb, mint a tó. Persze, hát azért gyakorlom például egykezes horgászatot, egy bottal horgászok, imádok úszózni. Ugye a folyóvízen meg ugye csak az, hogy keresni kellett a halat. Itt is. Nem igazán szeretem ezt az ülős módszert, igaz, hogy már koromra való tekintettem, már nem igazán pergetek, mert ez már nem megy. Nem megy, mert megfájtva a derekam. Inkább most már az üres módszer, de ebből is csak az úszós módszer. Úszós, ezt szeretem. Eredményesebb, szebb, látványosabb, és egész könnyű felszereléssel, most is 16-os zsinór van rajta. Én ezt élvezem. A mai adás sem múlhat el anélkül, hogy valami finomat ne készítsünk. A halkonyhában ezúttal az egyik legismertebb és legkönnyebben elkészíthető halitert mutatjuk be önöknek. Vörös szárnyú keszeget sütünk paprikás lisztben. Egyébként ez a recept bármelyik más hallal is elkészíthető. Irány a konyha! Köszöntöm a Vízpark című műsor nézőit. Ma egy régi klasszikust keszeget fogunk sütni. Jó étvágyat hozzá! Szükségünk lesz hozzá értelemszerűen keszegre, finom liszt, fűszerpaprika, só, és ami elhagyhatatlan, az olaj. A keszeget belezzük, fejétől, farkától meg szabadítjuk. Kis huszonyokat még lecsaphatjuk róla. Majd ami egy nagyon fontos dolog, egy éles, vékony pengélyű késsel beírdaljuk. Sűrűn, egészen a gerincig. Ez azért szükséges, hogy az apró csontokat átvágjuk, és miután a forró olajban fogjuk sütni, a szálkák, az apró szálkák ropogósra sülnek, és el lehet fogyasztani. Kezünkre vigyázunk, mind a két oldalt ezt az írdalást egészen csontig elvégezzük. Ügyelve arra, hogy a halat ne vágjuk át. Ezzel megvagyunk, sózzuk.
és az irdalásokba is, hogy bőven jusson a sóba. Kívül belül megsózzuk. És ilyenkor legjobb, hogyha hagyjuk egy fél órát ebben a sóban állni. És utána gyakorlatilag egy 10 perces munkánk van, és lehet fogyasztani. Régi trükk, fogunk egy nejlonzacskót, nejlontasakot, lisztet rakunk bele, lisztpaprikát. Kisebb halaknál, nem fog annyira egyszerűen menni, kisebb halaknál rakhatunk több fűszerpaprikát, nagyobb halaknál kevesebbet, mert a nagyobb halakat tovább kell sütni, félő, hogy a paprika megég. Összerázzuk, majd ebbe rakjuk bele a halat, a besózott halakat, befogjuk a száját, összerázzuk, mindenütt jó fűszerpaprikás, és gyakorlatilag elég forró az olajunk, süthetjük. Elrakjuk az olajba, és sülhet. Egyszer-kétszer megforgatjuk. Hal méretétől függően gyakorlatilag 5-6 perc, vagy 8-10 perc, attól függ, milyen nagy elkészült a halunk. Tálpapírra szedjük, tányéron lecsöpögtetjük, és körettel, kenyérrel, vagy valamilyen és valamilyen mártással már lehet is fogyasztani. Halunk elkészült, finom, friss, ropogós, jó étvágyat! Ponyfogó versenyt rendeznek a Csorbatelepi egyes tavon augusztus 2-án. Két fős csapatok jelentkezését várják, a versenyzők két-két bottal, két-két szakáll nélküli horoggal horgázhatnak. Etetni a partról lehet. A részvételhez állami egy ponytmatrac és szájfertőtlenítő szükséges. Nevezés a helyszínen. Előző játékunkban azt kérdeztük önöktől, hogy milyen kötelező adminisztratív teendőt kell elvégezni minden horgászat előtt, ami az éppen hatályos halászati törvényhez kapcsolódik. A helyes válasz a következő. Minden horgászat megkezdése előtt be kell jelölnünk a fogási naplóban az adott nap dátumát, illetve fel kell jegyeznünk az érintett vízterület víztérkódját. A vasárnapi menüt két fő részére a Drótbisztróba Círják Andrea, a két napi egyet a Csorbatelepi horgásztóra Nagy István, a Sporigó horgászbolt 5000 forint értékű vásárlási utalványát pedig Kisari Ádám nyerte. A nyerteseknek gratulálunk! Nyereményüket a miskolci Sporigó horgászboltban vehetik át. És akkor jöjjön a legújabb kérdés. Ha figyeltek, könnyű lesz. Milyen felszerelésre van szükségünk a csónak használata során, ha biztonságosan és szabályosan akarunk horgászni csónakból? Válaszaikat a vízpart@mikon.hu e-mail címre várjuk. Ennyi fért a Vízpart júliusi adásába. Legközelebb, augusztus utolsó szerdáján várjuk Önöket. Időközben várjuk észrevételeiket a vízpart@mikon.hu e-mail címre, de megtalálhatnak minket a Facebookon és a YouTube-on is. Tartsanak velünk egy hónap múlva is, de addig is horgásszanak és járják a természetet. Viszontlátásra! Irány a vízpart! A finom ételekről a Drótbisztró gondoskodott. A vízparton töltött időt a Parti Élet Kft. És a Harsányi Tórendszer támogatta. Az eredményes horgászatot a Sporigó horgászbolt segítette.